a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó vagyok, főbb néhány mondatban. Kérdések, feltételezések az egyeztetés előtt, kedden tárgyalnak a pécsi bérlők a várossal. Szűrővizsgálatok gyerekeknek és szüleiknek átmeneti otthonban segített a Lions Club. Játszóterek, szabadidőparkok, sikeres beruházás pécs -Masason kényszerhelyzet a járvány miatt máshol, de adventi ünnep lesz siklósan. 5595 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 217.122 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4.823 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 63.860 fő, az aktív fertőzöttek száma 148.439 főre csökkent. 7.734 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 666-an vannak lélegeztetőgépen. A beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon és a kórházi dolgozók körében gyors teszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye ezen a héten várható. Mi kerül pontosan a régi vásárcsarnok épületébe, eldöntött tény az átmeneti helyszín, Miért nem hallgatják meg a szakmai érdekképviseleteket? Olyan kérdések ezek, amikről már különböző értesüléseik is vannak a Pécsi Vásárcsarnok bérlőinek. Kedden újra leülnek tárgyalni az önkormányzat képviselőjével a megoldási lehetőségekről. Azonban a vállalkozók ragaszkodnak a régi csarnokban meglévő helyükhöz, csak az új létesítmény átadása után költöznének innen. A város mást akar, de erről azt mondták, csak a december 1-i megbeszélés után nyilatkoznak. Nem csak irodák lennének, hanem komoly kereskedelmi vetétárs is betelepülne a régi vásárcsarnok épületébe. Ez a meg nem erősített hír terjed a mostani bérlők között, tudtuk meg az egyik képviselőjüktől. itt egy a hallgatólagos paktum, hogy, hogy ez az épület amúgy is túl nagy lenne, csak és kizárólag irodának. Tehát akkor kézzel fogható Nincs, nincs a belvárosban egyébként hyper vagy hard diskont, hogy akkor ez egy jó ötlet lenne, hogy ide már a múlti részéről, hogy ide csináljon egy, egy nagy ABC-t. Egy Hardiskontot, ami természetesen ö, abszolút életképteleníteni az új vásárcsarnokot. Nem vehetnék fel a versenyt a családi vállalkozások, őstermelők a nagyvállalat hipermarketjével, és tönkre mennének egy-két hónapon belül, mondja a vállalkozó. De már most is a csőd fenyegeti őket, ha átmeneti helyre kell költözniük, ezért a maradáshoz ragaszkodnak. Nem vagyunk hajlandóak elmenni, nincs hova elmenni, nincs képtelenség bármiféle megoldást találni erre ami innentől 100 méterrel messzebb van az gyakorlatilag kivitelezhetetlen, tehát az nem vásárcsarnok, hanem az a, az a, az a, az a vég Közben az Agrárkamara és a Kereskedelmi Kamara is kiállt a vállalkozókért, egyetértve maradási szándékokkal. Én úgy tudom, hogy a, a kamarák nem kaptak érdemi választ, holott ugye ők az érdeképviseleti szervünk, és ugye gyakorlatilag velünk együtt összefogva kellene ebbe a kérdésben valami álláspontra jutni, és a kamara próbálkozásai úgy néz ki, hogy süket fülekre találnak a városvezetés részéről. Nem értjük, hogy egy érdeképviseleti szervnek a, a a nyílt fórumon feltett kérdéseire miért nem válaszol a város, illetve miért nem áll neki egy szakmai egyeztetésnek. A kereskedőkkel azonban folytatja az egyeztetést a Pécsi Városvezetés. December 1 délután ülnek megint asztalhoz, hogy eldöntsék, mi legyen abban az időszakban, amikor a régi csarnokot el kell kezdeni átalakítani egy multicégnek, miközben az új csarnok még nem lesz kész. Kerestük a városházát is, de azt mondták, csak a keddi tárgyalás után szólalnak meg az ügyben. Országos akcióhoz csatlakozva a Pécsbányai Anya Otthonban tartottak szűréseket a hétvégén a Pécsi első Lions Club szervezésében. Az átmeneti helyen élők ritkábban jutnak el orvoshoz, ezért kiemelten fontos az ilyen akció, tudtuk meg az intézményben. Az egészség mellett az ajándékozásra is figyeltek a Lions Club tagjai. Játékokkal és a felnőtteknek szánt műszaki eszközökkel érkeztek a Pécsbányai intézménybe. Merre állnak a villák a táblán, ezt mutatja a látásvizsgálaton ez a kisfiú. Többféle betegségre is szűrték a gyerekeket és a szüleiket a Pécsbányai anyautomban hétvégén. A vizsgálatokat a Pécsi első Lions Club szervezte ide. Ennek az intézménynek két telephelye van, ez a Pécsbánya telephely, illetve a utca 2-ben van még egy telephelye. Oda, hogyha a helyzet megengedi, akkor jövő héten el fogunk látogatni. Jelenleg megpróbáljuk úgy megoldani, hogy diabétes szűrés, fogászati szűrés és szemészeti szűrést is végzünk. A szemészeti szűrés ugye a lions a fő profilja, mondhatom így, hiszen a látás és a vakság védelme, ami a Lions mozgalomnak a fő Irányvonala. Országos akció része a Pécsi Anyaotthonban tartott szűrővizsgálat tudtuk meg a Lions Klubok vezetőjétől. Ebben az évben a vírus a Covid-nak a helyzetéből adódik, hogy másképpen próbálunk segíteni. Eljutottunk az anyaotthonokhoz, és az országosan az anyaotthonokból 90 anyaotthon igényelné, és igényli a segítségünket. Kaposváron volt az első, most itt Pécset szűrünk. Az otthonban teljes családok, csonka családok, vagy akár gyám és a gyermekek együtt lakhatnak, befogadják őket. Bármilyen felállásban lakhatnak itt, maximum másfél évig, ezt a törvény így határozta meg, és itt abban próbálunk nekik segíteni, hogy innen családként közösen ki tudjanak költözni. A jelenleg 47 Lakunk van, 13 család, különböző felállásban, teljesen, vegyesen teljes családok, illetve csonka családok. Várandóstól a 18 éves korúig minden gyermek megtalálható, és összesen 30 gyermekünk van most, és három pacak lakunk. Az otthonban élők nehezebben jutnak el orvoshoz, mint a rendezett körülmények között élő családok. Ezért nagy segítséget jelentenek a Lions Club vizsgálatai, mondja az intézmény vezetője. A szűrésen 17 gyermek és 10 felnőtt vett részt, akik a szűrések végén ajándékokat is kaptak, fogkefét, fogkrémet, almát. De hoztak gyerekjel játékokat és műszaki cikkeket is az itt élőknek a Pécsi első Lions Club tagjai. Hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 683 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mondta a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón. Kis Robert Alezredes közölte, a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta 9677 intézkedés történt a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt. A rendőrök a hétvégén a tízezernél nél több lakosú települések önkormányzati rendeletében meghatározott maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 585 emberrel szemben léptek fel, ismertette. A helytelen maszk használat miatt a hétvégén a tömegközlekedési eszközökön és a megállóhelyeken 9, még az üzletekben és bevásárló központokban 89 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Több játszótér és szabadidőpark is megújul Pécs-Vasason, Hirden és Pécs-Somogyban. A miénk itt a tér elnevezésű zöld pályázaton a területen működő Vasasért Egyesület, a Napüdvözlet Egyesület és a Szent Borbára Egyesület is nyert helyszínenként félmillió forintot. Van olyan park, amit a közelmúltban adtak át, de egyes játszóterek felújítása most kezdődött el. A Pécsi Önkormányzat még 2019 tavaszán írta ki azt a pályázatát, melyben kifejezetten helyi közösségi terek felújítására és zöldítésére lehetett igényelni, helyszínenként maximum 500 ezer forintot. A milyen a tér elnevezésű programra a Vasasért Egyesület több helyen is pályázott játszótér felújításra. Az egyik a Vasasi Vashídnál található játszótér. A három település részen ennek a játszótér fejlesztési pályázatnak köszönhetően. Várjuk a kivitelezési munkálatokkal hamarosan, hiszen a játékok már úton vannak, hamarosan megjelennek. Az idő is úgy néz ki, hogy kegyes lesz, hiszen gyönyörű szép napsütésben a Biocom szakértő tanácsadásával beépítjük ezeket a kültéri játékelemeket. Különféle rugós hinták, csúszdák, hinták, amit el lehet képzelni, ezek fognak ide érkezni hamarosan. A másik helyszínt mutatja éppen Berényi Zoltán, a terület önkormányzati képviselője, a Vasasért Egyesület elnöke. Itt egy korábban jól működő, ám mára már elemek nélküli játszóteret újít fel az Egyesület csapata a nem EU-kompatibilis elemeket mind leszerelték, a biztonság véget, de itt jelentős lakossági igényre ebben a játszótér pályázatban a vasasértnek köszönhetően számos játszótér elem, rugós hintáktól kezdve pörgők, padok lesznek kihelyezve, annak érdekében, hogy az itt lakók egy, egy nagyon biztonságos, hiszen itt a terep is olyan, ez egy zsákutca, ide tényleg csak az jön, aki itt lakik, itt a gyerekeket nyugodtan szabadjára lehet engedni, kis erdős, ligetes rész is van, focipályával. A Pécs Vasason működő napüdvözlet egyesület a Miénk a tér pályázaton 450 ezer forintot nyert, melyből megépült a terület első szabadtéri fitnessparkja, valamint a Szent Borbála egyesület egy bányász emlékparkot és játszóteret hozott létre ugyanezen zöld pályázat keretében. Feldíszítve várja a látogatókat a siklósi mindenki karácsonyfája. A jászolt is megépítették, valamint fényfüzérekkel, látványos elemekkel teszik ünnepivé a baranyai város köztereit. A járvány miatti helyzetben nem a tervezett új helyszínekkel lép be a település a várakozás időszakába, de a helyzet ellenére szeretnék ünnepivé tenni siklós minden város részét. Meggyújtották az első adventi gyertyát Siklóson a mindenki karácsonyfájánál. fájánál. Betlehemet is felállítottak a posta mellett, ezzel párhuzamosan díszítik a köztereket. Megkezdtük az utcák, közterek, közterületek, sétányoknak a dekorálását. Már egy üdön a főutat átszelő fénydekorációval, itt Siklóson a főutcán végig gyakorlatilag a kandeláberekre felszereltük a szokásos karácsonyi fényeket, a Mária utcába, azon kívül, hogy a kandeláberekre a megszokott fények felkerültek, ott új elemként bővül még, hogy a fákat is fényfüzérekkel díszítjük. Korábban Siklósi Adventi Sokadalom néven vásárt akartak rendezni programokkal a Mária utcában. Azonban a járvány közbeszólt, és a jelenlegi egészségügyi szabályok nem engedik a tömegeket vonzó események megrendezését. Nyilvánvalóan mi is újra gondoltuk az adventi eseményeinket, és döntöttünk úgy, hogy visszakerül a karácsonyfa, a város karácsonyfája erre a helyszínre és egy kicsit elengedtük a Mária utcára tervezett nagyobb rendezvénysorozatunkat, nyilván a vásárt, az adventi vásárt sem tudtuk megtartani, viszont egy új elemmel csak tudott bővülni idén az eszköztárunk, hiszen ha már így jártunk, akkor a Mária utcát mindenféleképpen szerettük volna fényárba borítani. De nem csak siklóson díszítettek és állítottak fenyőt. Mária gyűdön, mint település részen is állítottak mindenki karácsonyfáját. 2-2-es döntetlennel zárt a PMFC a Soroksár SC vendégeként a Mercantil Bankliga 19. fordulójában. A kiállításokkal tarkított találkozón a győzelem ugyan elmaradt, de harmadik helyét megtartotta a tabellán Vas László együttese. A piros-feketében játszó PMFC számára álomszerűen kezdődött a fehérmezes soroksár elleni idegenbeli találkozó, hiszen futó zsombor fejes már a második percben megszerezte a vezetést Vas László együttese. A huszadik percben egy kezezést követően Rácz László megkapta második sárgáját, emiatt tíz emberre fogyatkozva kényszerült folytatni a találkozót a Pécs. A fordulást követően Vas László a pécsiek vezetőedzője is a kiállítás sorsára jutott, akinek így el kellett hagynia a kispadot. A 66. percben Gengelicki Gergő szabálytalanul rántotta le a 16-osra balról betörő Kónya Dávidot. A hazai együttes ekkor szintén tíz emberre fogyatkozott, míg a megítélt büntetőt Kónya értékesítette, és ezzel már kettő úrra vezetett a PMFC. A Pécsiek köröme azonban nem sokáig tartott, hiszen a 73. percben Gárdos András közeli fejesével szépített, majd a 86-ban egyenlített a soroksár, beállítva a 2 2 végeredményt. Amikor megrúgtuk a második gólunkat, és az ellenfélből is kiállítottak egyet, akkor történt az, aminek nem kellett volna igazából. Onnantól kezdve úgy gondoltuk, hogy ebben van a mérkőzés, és meg lesz. Jöttek azok a hibák, amik úgy gondolom kicsit gondolkodással adnak majd okot a jövővel kapcsolatosan, és meg hogy mondjam, megérdemelten egyenlített a, a soroksár, úgyhogy összességében egy igazságos eredmény született. A soroksár ezzel a döntetlennel maradt a tabella hetedik helyén. Az utolsó 30 percben dicséret illeti a játékosokat, hiszen utána még voltak helyzetek, hogy tudtuk volna megnyerni a mérkőzést. Ebben a mérkőzés ennyi volt, tudtam, hogy egy nagyon jó csapatot fogadjuk, és hát sok sikert kívánok nekik, hogy, hogy érik el a céljaikat, úgyhogy mi pedig igen, nekünk is tanulságos ez a mérkőzés, tanulni kell belőle, és ezt a hátralévő két mérkőzést azt kell hozni becsülettel. A PMFC a soroksári döntetlen ellenére megőrizte harmadik helyét az MB2-es tabellán. Folytatás december 6-án a Dorogi FC ellen idegenben. Vasárnap elhúnyt Jelen István, aki összesen 30 alkalommal rendezte meg a Pécsi Mecsekralit. Neki köszönhette fejlődését a Pécsi verseny, és ő neki köszönhető, hogy a Mecsekrali historikábbi futam lett, 2011-ben pedig Magyarországra látogatott az IRC sorozat. Rendezői munkája mellett éveken át oktatta a Pécs és sportbírókat, akiket idővel már nem csak a baronyai, hanem az ország más pontjain megrendezett versenyekre is elhívtak, így elismerve szaktudásukat. Jelen István 70 éves volt. A régió híreivel folytatjuk. Adókedvezménye segíti a járvány miatt bajba jutott legkisebb helyi vállalkozókat a Szexárdi önkormányzat erről a város polgármestere döntött. Ács Rezső rendeletének köszönhetően nagyjából ezer vállalkozó kerülhet könnyebb helyzetbe az iparűzési adó befizetésekor. Emellett még egy mentővön is dolgoznak a városházán. Annak értelmében az ingatlanadó mértékét mérsékelheti hamarosan az önkormányzat. Száz ami ugye azért egy elég húzós történet, ez 2400 üdítőt jelent. Több ezer üvegüdítőt rendelt be még november elején borzelmese szexárdi A fiatal vendéglátost ezért is érte sokként a bejelentés, hogy november 11-től bizonytalan ideig nem nyithat ki. Ez nagy érvágás mindenképpen. Itt nagyon-nagyon sok kis vállalkozó tönkre fog menni, és bár nyilvánvalóan az ember elfogadja a kormánynak a döntését, mert hát ez van, én úgy gondolom, hogy a kisvállalkozóknak egy picit jobban össze kéne fogniuk, akár, akár milyen szektorról is beszélünk, ami ugye összefonódik. De nem csak a vendéglátósok megélhetése került veszélybe a járvány második hulláma idején. A korlátozások és az emberek vírustól való félelme miatt a szolgáltatási szektorban dolgozó mikrovállalkozások, például a fodrászok és a kozmetikusok közül a legtöbbeknek jelentős bevételkieséssel kell számolniuk. Szexárt polgármestere éppen ezért közgyűlési hatáskörben eljárva, úgy döntött adókedvezménnyel segíti az önkormányzata a bajba jutott vállalkozókat. A helyi adó tekintetében 2021-től, de visszamenőrösen 2020. január től az adómentesség határát kétszeresére emellem, mint közgyűlés ebben a hatáskörönben. Ezzel mint egy ezer kisvállalkozónak a terheit könnyítjük. A polgármesteri hivatal munkatársai az iparűzési adóval kapcsolatos könnyítés mellett már dolgoznak egy másik mentővön is. Ez szerint az ingatlan adót mérsékelni az önkormányzat a legkisebb helyi vállalkozások esetében. Itt teljesen eltörődni nem lehet, de jelentős mérséklésével tovább tudjuk csökkenteni a kifizetendő terheket. Ezzel a két döntéssel tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a 2000 főkének segítettünk, olyan 4000 körül van a vállalkozások a, a városban. Pont azt a réteget támogatjuk, amit szeretnénk, hogyha megerősödne és a jövőben is számíthatnánk rájuk, hiszen a családokat tartanak el, és befizetői a város költségvetésének is. A Szexárdon a polgármester által bevezetett adókedvezmény, tehát már most is nagyjából ezer mikrovállalkozásnak segít átvészelni a járvány második hullámát. Újabb ezer kis cég pedig az ingatlanadó mérséklésével kerülhet hamarosan könnyebb helyzetbe. November 26-ától igényelhetik a szálláshelyek a veszélyhelyzeti intézkedések miatt kiesett bevételeik egy részének megtérítését. A támogatást csak az a szolgáltató igényelheti, akinek a szálláshelyét regisztrálták a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban. Entak felületén elérhetővé váltak a délelőtt folyamán a turisztikai ügynökség által kalkulált támogatási összegek. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján csütörtöktől vált elérhetővé az online igényelhető állami támogatás űrlapja, amelyen keresztül például a szállodák is kérhetik kieső bevételeik egy részének megtérítését. A támogatási igényeket kizárólag elektronikusan lehet beküldeni, erre 30 napár rendelkezésre. A meghiúsuló foglalások utáni állami támogatásból sok ezer turisztikai vállalkozás csak nem 15 milliárd forint értékben részesül. Ebben a siófoki szállodában is éltek a támogatás lehetőségével. Mi szállodánk kb. 50%-os foglaltságon állt erre az érintett november 8-9-től december 11-ig terjedő időszakra. A szigorítások kihirdetését követően mi is értesítettük a vendégeinket, felvettük velük a kapcsolatot, áthelyeztük őket másik időszakra, december tavaszi hónapokra, és most várjuk a további intézkedéseket. A hotel ügyvezetője szerint a támogatás segítheti áthidalni az újabb krízis időszakot, amely a szállodák több mint egy hónapos bezárása miatt kialakult. A támogatáshoz benyújtandó űrlap az entak.hu honlapon a veszélyhelyzeti támogatás menüpontban december 25-én évfélig érhető el. A támogatási igény elfogadása esetén a szálláshely szolgáltató támogatói okiratot kap, a benyújtást követő 15 napon belül elektronikus úton. A támogatás folyosítására legkésőbb 2020. december 31. napjáig kerül sor, az átmeneti támogatásnak minősülő állami támogatás azonban kizárólag bizonyos működési típusú költségek finanszírozására fordítható, amilyen például a munkavállalók bérési járulék kifizetése vagy a dologi kiadások. A támogatásokkal a szálláshely szolgáltatóknak legkésőbb 2021. február 28-ig kell elszámolniuk, ugyancsak elektronikusan az Entak felületén. Hosszú évek óta hagyomány Pakson, hogy ajándékcsomagokkal kedveskedik az alacsony jövedelmi nyugdíjasoknak az önkormányzat. Idén 730 Paksinak készítettek ajándékot, amelyek kiszállítását november 27-én kezdték el. Kérik, hogy akik nem tudják személyesen átvenni a csomagot, bízzák meg szomszédjukat, hozzátartozójukat. Csokoládé, szaloncukor, tea sütemény és illatgyertya is megtalálható azokban az ajándékcsomagokban, amelyel az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak kedveskedik az önkormányzat. A gesztusnak, amelyel szeretnék szebbíteni az ünnepet, sok éves hagyománya van Pakson. Idén is, ha mondhatom, nagyon népszerű volt ez a karácsonyi ajándékcsomag akció, hiszen 730 nyugdíjas számára tudtunk összeállítani itt látható ajándékcsomagokat. Az édességek mellett idén tartós élelmiszereket, tésztákat, kávét és teát is ajándékoznak a nyugdíjasoknak. A kiszállítást november 27-től december 20-áig végzi el az önkormányzat dolgozója. Oda fogunk figyelni a járványügyi szabályokra, mindent megteszünk annak érdekében, hogy óvjuk nyugdíjasainkat, de szeretnénk kérni a nyugdíjasainkat is arra, hogyha fogadják a, a munkatársainkat, akkor, az, akkor, ők is tegyeknek meg annak érdekében, hogy egyrészt óvják saját magukat, ami a legfontosabb, illetve munkatársainkat is. Mivel az ajándékok átadásának időpontját nem tudják pontosan meghatározni, ezért kírik, hogy ha valaki a megadott időszakban elmegy otthonról, bízza meg a szomszédját az átvétellel. Akár a lakástűz is keletkezhet a rossz minőségű karácsonyfa égők miatt, de a gyertyákkal, mécsesekkel is vigyázni kell az ünnepek alatt. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A télbeáltával minden évben sok munkájuk van a tűzoltóknak. Idén a fűtési szezon kezdete óta 25 alkalommal kellett a lakástüzekhez vonulniuk, csak Tolna megyében. Az ünnepek közelettével már elkezdjük előszedni, illetve leellenőrizni az erre az időszakra szánt díszeket, világításokat. Esetleg teljesen újakat vásárlunk. Nem is gondolnánk, mekkora veszélyforrást rejthetnek a nem megfelelően kiválasztott díszvilágítások. Elég csak pár másodperc és lángokban állhat a szépen feldíszített karácsonyfa, legrosszabb esetben akár az otthonunk is. Ezért számos tényezőt kell figyelembe venni, amikor ilyen eszközöket szeretnénk vásárolni, mondja a Szexádi Elektrolit villanyszerelési szaküzlet munkatársa. A legeslegfontosabb szempont, hogy kültéri vagy beltérit szeretnénk, -e? ezt lehetőleg szakkereskedésbe, szakembertől kérjük, ne használjuk mondjuk a beltérít kültéren, fordítva lehet, de beltérit semmiképpen, ugye nedvesség hatására zárlat és tűz és azért ez veszélyes. Aztán, ami nagyon fontos még a megválasztásnál, megfelelő hosszabbítót használjuk. Ugye szintén ugyan a helyzet, hogy beltérít, kültéren ne használjuk. Az üzletvezető azt mondja, fontos a megelőzés, vagyis ne vásároljunk úgynevezett zugárusoknál, csak is szaküzletben, szakember segítségével. Mindenképp ellenőrizzük azt, hogy a doboz tartalmaz magyar nyelvű használati utasítást, és ne feledkezzünk meg a garanciáról sem. Ezek a képek november 25-én Nagy Kúnyiban készültek, ahol egy lakóház tető és több helyisége kap kapott Jól látható, hogy a 150 négyzetméteres épület szinte lakhatatlanná vált. A Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, akár egy adventi koszorú is okozhat hasonló károkat. Nagyon fontos, hogy a gyertyákat is folyamatosan egy masszív alátét fedje, ez ne legyen éghető anyagból, valamint a környezetére is ügyeljünk, hogy az éghető anyagokat lehetőség szerint mellőzzük. Tehát gondolok itt egy szimpla asztalra, egy asztalterítőre, egy ablakkeretre, ezek mind-mind tűzveszélyes anyagok, és természetesen a lakásokban illetve házakban találhatóak még olyan anyagok, amelyek például műanyagokra gondolok, vagy lakkozott felületek, amelyek mind-mind alkalmasak arra, hogy a tüzet még inkább felszítsák. A fűtés szezon kezdete óta Tolna megyében 25 esetben kellett a tűzoltóknak lakástüzekhez kivonulni. Csak nem 310 négyzetméternyi területet emésztettek fel a lángok. Híradunk végén baranyai témáig még egyszer. Kérdések, feltételezések az egyeztetés előtt. Kedden tárgyalnak a pécsi bérlők a várossal. Szűrővizsgálatok gyerekeknek és szüleiknek átmeneti otthonban segített a Lions Club. Játszóterek, szabadidőparkok, sikeres beruházás Pécs pasason. Kényszerhelyzet a járvány miatt máshol, de adventi ünnep lesz siklósan. Ked helyenként pára köt képződhet, ami délelőtt feloszlik, de napközben többfelé felhős borongós marad az idő. Hajnalban mínusz 3-1, délután 2-4 fokot mérhetünk. Friss hírekkel, legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keresenek minket a Facebookon, a holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már a köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!